Tárogató művészt, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnökét hallhatták, láthatták. Ez itt a Weekend, köszöntöm Önöket. Mutasd be, kérlek, Csaba, ezt a hangszert. Mi is az a tárogató, mert megvallom őszintén, évekkel ezelőtt, mikor megismertelek, úgy ismertem meg a tárogatót is, előtte soha nem is hallottam róla. Először is köszönöm a lehetőséget, hiszen minden alkalom, amikor a tárogatóról szólunk, akkor ez ennek a hangszernek egy ünnepnapjának számít. A tárogató története régmúlt időkben nyúlik vissza, évszázadokon keresztül követte a magyar történelmet, egészen a honfoglalásig kell visszafordítani az idő kerekét, hiszen a kalandozó magyarok már ismerhették ennek a hangszernek az ősét, és aztán újra és újra fölbukkan a tárogató, de hosszas kalandozása után azért mégis a nagy fénykorát a Rákóczi szabadságharc idején élte. Ebben az időszakban a tárogató napközben a csaták hangszere volt, különféle rövid dallamokat játszottak rajta, szignálszerű dallamokat. Ezek vezényelték, irányították a katonákat, esténként pedig nyilván a tábortüzek mellett szólalt meg a tárogató. Ez egy fúvós hangszer, mint láthattuk, hallhattuk. Mi az alapja, és egyáltalán milyen hangszerhez tudnád hasonlítani, már ha egyáltalán lehet valamihez? A klarinétnak, oboának és a fagotnak a hangszíneit ötvözi ez a hangszer, de azért egyik nere sem mondanám rá, hogy na ez olyan, nagyon olyan, mint a tárogató. Egy kicsit hasonlít a klarinétra, mert a megfúvás módja hasonlít hozzá. Egy kicsit hasonlít az oboához, hiszen kónikus a hangszer, nyílik széllyel. De azért itt mindjárt az elején nagy-nagy különbséget kell tennünk a történeti hangszer és a reform tárogató között. Amiről az előbb szóltam, az a történeti tárogató, és annak a képét láthatta a kedves néző, és amit a kezemben tartok, ez viszont a reform tárogató. A reform tárogatók jóval a Rákóczi szabadságharc után születnek meg, a szatmári békekötés után egyre ritkábban szólaltak meg a történelmi hangszerek, egy-egy szomorkás, kesergő dallam szólalt meg rajtuk, és a 19. század közepe tájékán, 1860-as, 70-es években kezdődik el egy olyan mozgalom, hogy
keressük meg a történeti tárogatót, szóljon ismét ez a hangszer, de mégis a nagy-nagy lendület az majd a millenniumra készülő Magyarországon születik meg 1890 tájékán. Budapesten két hangszergyárban is, a Stovaszer és a Sunda hangszergyárban készül el a reform tárogató. Mint látszik is, a hangszertestét megnagyobbították, és egyre több billentyű került rá. Engedd a nézőket is a kulisszák mögé, sürget minket az idő, és minél több dolgot szeretnék neked is lehetőségként adni. Mondtad, hogy mindenképpen szóljunk arról, hogy a tárogató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez hogyan kötődik. Hát nagyon jó díszletet választottunk, hiszen itt van például a Vajai kastély is talán mögöttem. Miért fontos itt ez a hangszer ebben a térségben? Vaján a Vajai Ádám kastély kuruc emlékeket őriz. Ebben a kastélyban működik az a tárogatós központ, amelyik összefogja a Magyarországon és a külföldön élő tárogatósokat. Az egyesület szervezésében, rendezésében évente országos tárogatós találkozót tartunk, 5 évente pedig tárogatós világtalálkozó megrendezésére kerül sor. Hamarosan lesz egy rendezvény is, ahol a nézők, érdeklődők akár hallhatják is, láthatják is a tárogatásodat, és gondolom másokét is. Természetesen másokét is, hiszen az országos tárogatós találkozóra is 78-on akár 100 tárogatós is eljön. Erre az eseményre egyébként június 10-11-12-én kerül sor, szerencsén a Rákóczi várban leszünk, de átjövünk ide a megyébe is, hiszen 11-én délután 4 órától a Tiszadobi Andrássy kastélyban szólalnak meg majd a tárogatók, igazi kuriózum hangverseny lesz, ahol 50-60 tárogató is megszólal majd egyszerre. Úgyhogy sok szeretettel hívom és invitálom a mi közönségünket is, a megye közönségét, de ha véletlenül oda mégsem tudnának eljönni, akkor júniusban, június vége felé, 25-én lesz a múzeumok éjszakája, és ott egészen biztos, hogy megszólal majd Vaján a kastélyban a tárogatónak a hangja. Annak a tárogatóénak, amely amúgy hungarikum. Mikor lett hungarikum, mennyi befektetés, idő, kérelmezés volt ehhez az egészhez szükséges? Azt nem sorolom el, hogy, hogy milyen sok energiába telt, míg odáig eljutottunk, hogy a tárogatóból hungarikum lett, de azért néhány nevet említenék, akik feltétlenül mellettünk álltak, például Falvi Zoltán, a zenetudományok professzora, aki egyébként a Zenetudományi Intézetnek most nyugalmazott igazgatója, kiállt amellett, hogy igen, a tárogatónak ott a helye a hungarikumok között, de kaptunk ajánlást az Egyesült Államokból, Oregonból, az Oregoni Egyetemnek a tanára, professzora Robert Moore is egy nagyon szép ajánlást adott hozzá, Angliából is kaptunk, Londonból egy ajánlást, Berlinből, tehát milyen érdekes, hogy a külföldiek milyen fontosnak tartják azt, hogy a tárogató kapja meg az őt megillető helyet. A szakma egy kicsit nehezebben fogadta el, hogy a hangszerek közül elsőként a tárogató lesz hungarikum, tehát 2 évvel ezelőtt kezdődött el a folyamán, és mint tudjuk, elég hosszú lépcsőket kell megtenni, de 2014 márciusában kiemelt magyar nemzeti érték lett a tárogató, és innen már csak egy lépcsőfok választott el bennünket a csúcsig, és hiszen ennek a piramisnak a csúcsára kell megérkezni, amikor egy valamilyen termék, szellemi vagy tárgyi termékből hungarikum lesz, és mi 2014 decemberében 15 elnyertük. Talán, ugye? 2014 decemberében, és 2015-ben a tárogatós világtalálkozón
a házelnök úr jelenlétében, Kövér László házelnök úr jelenlétében adta át V. Németh Zsolt államtitkár úr a elismerő oklevelet, és ennek az évnek a végén jutottunk el odáig, hogy azt a bizonyos kis szobrocskát is megkaptuk, amely jelképezi ezt a rangot, ezt a címet. Ezt is láthatták a nézők, és én amondó vagyok, hogyha valaki lemaradt a műsor elejéről, és így útközben csatlakozott be a beszélgetéshez, hát akkor ők is hagyhallják a Hungarikumnak, a tárogatónak a hangját, úgyhogy játsz nekünk még valamit, arra kérlek. Természetesen valamilyen történelmi dallam szólal meg, ha Vajához és a történelmi emlékhelyekhez helyekhez kapcsolódunk, akkor a kedves nézőknek azt az időszakot idézem meg, amelyet önök nagyon jól ismernek egy-egy történelmi film kapcsán. A világ egyik legnagyobb porcelán manufaktúrájának állatfigurái láthatóak, hogy hol és meddig, bejátszásunkból kiderül. Idén a Nyíregyházi Állatpark 20 éves, és ezen apropóból folyamatosan akciókkal, különleges bemutatókkal és kiállításokkal kedveskedünk vendégeinknek. Az egyik ilyen nagy volumenű kiállításunk a Herendi Porcelán Manufaktúra porcelán bemutatója, ahol tulajdonképpen az állatvilág csodáit hozták el számunkra. Mikor eljövünk az állatparkba, akkor az itt élő állatok hangja, mozgása fog meg leginkább, ám ha bejövünk ide a Victoria házba, teljesen más atmoszféra fogad minket. Itt a porcelán manufaktúra munkáinak eredményeképpen az állatoknak a formája, a különleges színvilága fog meg leginkább, így az állatvilág csodáit teljesen más aspektusból figyelhetjük meg. A porcelángyár a világ egyik legnagyobb manufaktúrája, és különlegessége, hogy nem csak a normál, naturalisztikus színvilág jellemzi őket, hanem a pikkelyes mintázat is. Itt a porcelánok között találhatunk mind a két formára, színvilágra jellemző bemutatót, és a fehér aranyból készült figurákat 3 hónapig, október végéig láthatja a nagy közönség. Az ülőmunka során a helyes testtartásnak fontos szerepe van a gerinc egészségének megőrzésében, ezért is mutatjuk be az Office tornát. Vendégünk Marcsik Ákos, gyógytornász. Szervusz!
Szerbusz. Annyira kellemetlenül érzem magam, mert figyelek arra, hogy hogy ülök, de te akkor is egyenesebben ülsz. Ez az alapja mindennek? Igen. Tulajdonképpen a helyes ülést nagyon-nagyon fontos lenne már gyerekkorban megtanulni. Ugyanis 6-7 éves korban beültették a gyerekeket az iskolapadba, és hogyha szerencséjük van és végigjárják egészen a főiskoláig, egyetemig, akkor körülbelül egy olyan 18 évet ülnek folyamatosan, és hogyha még nagyobb szerencséjük van, akkor egy olyan ülő munkát kapnak, amit ugye egy office-ban kell legalább 8 órán keresztül végezniük. Nagyon-nagyon fontos az embereknek megtanulniuk tehát az helyes ülést. A helyes ülésnek az alap elvei, hogy a két talpa mindig érintkezzen a talajjal, aki ülőmunkát végez. Derékszögben legyen, gondolom. Legalább derékszögben legyenek a térdek, illetve a csípők. Ha lehet, akkor olyan széket választunk, illetve kérjünk, amikor ülőmunkát végzünk, hogy a derekunk meg legyen támasztva. Ha a derekunk meg van támasztva, akkor eleve kap alapból egy stabilitást a gerincünk, és onnantól kezdve a hátunk és a nyakunk is egyenesebb pozícióban lesz. Ha olyan székünk van, ami billeg jobbra-balra, esetleg hátra dőlünk rajta, akkor előre toljuk a fejünket, görbe lesz a hátunk és egyenesedik a derekunk. Ha olyan székünk van, aminek nincs derék támasza, akkor egy idő után elveszíti az ember a tartását és begörbül, és ez szintén a gerinc elváltozásaihoz vezet. Tehát a helyes ülésünk... Bocsánat, megkérdezem, mert két standard szürke irodai széken vagyunk, ülünk. Milyen a jó irodai szék? Mit javasolsz, hogyha egyet így kiemelhetnél, persze nem márkát kérek, hanem az, hogy ilyen meg olyan legyen, hogy most legyen görgős, nem görgős, fixlábú, emelhető, nem emelhető, háttámla, bármi ilyesmi. Mindenképpen tudnia kell forogni a széknek. Állítható magassága kell, hogy legyen, mert akkor nyilván minden magassághoz, embertest magassághoz be lehet állítani az ülő felületet. Aztán mindenképpen kell, hogy legyen kartámasza, deréktámasza, és hogyha lehet, nyaktámasza. Akkor ez most így kicsit megbukott. Ez egy kicsit nagyon megbukott, mint két széketek. De én úgy gondolom, hogyha valamelyik munkahely ad egy kicsit az ergonómiára, illetve a ott dolgozók egészségére, az már eleve így választja ki a bútorait. Még mielőtt mutatnál még hasznos mozdulatokat és tényleges tornai mutatványokat, érdemes arról is beszélni, hogy egyre több helyen látom és hallom is, hogy ilyen nagy labdákat visznek be az irodába, hogy ők azon üljenek. Tehát, hogy ilyen gumilabdákon, ilyen hatalmas, ilyen gimnasztikai labdákon, ez most jó, nem jó, badarság, ez egy felkapott divat. Igen, tehát a ülő munkát végzők szeretnék minél egészségesebben eltölteni a munkában eltöltött idejüket. Na most ezt lehet labdán, lehet térdeplő széken, lehet egy jó széken, lehet éppen egy rossz széken, de jól ülve tölteni. A lényeg az, hogy a testtartás ülés közben az megfelelő legyen. Tehát lábak talpon, térdekbe, csípőkbe, legalább 90 fokos hajlítás, derekunk megtámasztva, egyenes a törzsünk, és ezzel a fejünk is a törzsünk folytatásába kerül. Ha íróasztalnál ülünk, akkor pedig a könyököktől egészen az ujjak végéig alá kell, hogy legyen támasztva a két karunk. Tehát ne úgy legyen, hogy az asztal széle itt van, és akkor én csak így fogom az egeret, vagy bármi, és szépen legyen támasztva. Jó? Mi az az office torna? Mert hogy akkor szükség van erre, egy kicsit megmozgatjuk magunkat, ezt széken csináljuk ülve, vagy felállunk és megmozgatjuk magunkat. A legjobb talán azt hiszem az, hogyha kategorizáljuk az office tornát. Vannak olyan cégek, akik azt mondják, hogy egy-két óránként álljanak fel ott dolgozók, és mutassák be azokat a gyakorlatokat, akár egymásnak, akár segítsenek egymásnak, vagy egy gyógytornán segítségével, amit tulajdonképpen időközönként meg tudnak csinálni. Ez kb. 5 perc ez a torna. Egy másik része az 15 perces, amit nyilván ebédidőben lehet mondjuk csak megcsinálni, és van egy harmadik, amikor igényesebb a cég, és azt mondja, hogy rendben, oké, csinálják 5 percenként, 15 percenként a tornát az itt dolgozók, de szeretnénk, hogyha egy gyógytornász eljönne 2-3-szor egy héten, és egy 45 perces vagy egy órás tornát megtartana itt nekünk,
dolgozóknak, hogy mindenki egészséges maradjon. Tehát nem is tudom hirtelen, melyik kamerában nézek, szerintem a Reiher Danéba. Hölgyeim és uraim, vannak ilyen cégek, vannak gyógytornászok, és most meg is mutatunk egy pár mozdulatot, hogy mit érdemes csinálni. 5 perces office tornát is említettél, maradt 3 percünk. Szuper, nagyon jó. Valamit akkor mondd, mit csináljak, álljak, üljek? Szerintem akkor álljunk fel jó, hozzá. Okay. Jó. Csípőszélességű terpezzel álljunk, egyenes legyen a törzsünk, fejünk a törzsünk folytatásába. Menjek arrébb? Tényleg így? Jó, oké. Behúzzuk az állunkat a nyakunk irányába. Megpróbálunk egy picit fejtetővel fölfelé megnyújtózni, és ellazítani. Behúzzuk az állunkat, nyújtózunk fejtetővel fölfelé. Nem baj, ez egy igazi tokacsináló gyakorlat. Ez abszolút. És lazítunk. Behúzzuk az állunkat, fejtetővel nyújtózunk, és ellazítunk. Még egyet, és ellazítunk. Nagyon jó. A fejnek a hátratolása azért nagyon fontos, mert ebben a pozícióban van nagyon jó helyzetben a nyak, és innen lehet kivitelezni a fiziológiai mozgásokat. Hátratoljuk az arcunkat következő feladatként, és eldöntjük jobbra a fejünket úgy, hogy a jobb fülünkkel próbáljuk közelíteni a vállunk irányába, és vissza középre. Balra döntjük a fejünket, próbáljuk a bal fülünket közelíteni a bal vállunkhoz, és vissza középre. Jobb fülünket közelítjük a jobb vállunkhoz. Nagyon jó. És vissza középre. Ellenoldalon éreznünk kell az izmok feszülését. Bal fülünket közelítjük a bal vállunkhoz. Közbe égetődik a zsír. És vissza középre. Ezt még nem érte senki. Jobb fülünket közelítjük a jobb vállunkhoz. És vissza középre. Bal fülünket közelítjük a bal vállunkhoz. Vissza középre, és lazítunk. Következő feladatként hátatoljuk az arcunkat, behúzzuk az állunkat, és elfordítjuk jobbra a fejünket, mintha a jobb vállunk fölött el szeretnénk nézni, és vissza középre. Balra fordítjuk a fejünket, és vissza középre. Jobbra fordítjuk a fejünket, vissza középre. Balra fordítjuk a fejünket, és vissza középre. Jobbra fordítjuk a fejünket. Vissza középre, balra fordítjuk a fejünket, vissza középre, és lazítunk. Nagyon jó. Akinek esetleg nem magas a vérnyomása, vagy nincsenek nyaki problémái, az megfoghatja hátul a feje mögött, összekulcsolja a kezeit, előre húzza a könyökeit, megfeszíti a hasizmait, farizmait, ezzel stabilizálja a derekát, és egy picit a nyakizmokat megnyújtjuk, előre húzzuk a fejünket, megtartjuk a nyújtást egy picit, és visszajövünk középre. Előre húzzuk a fejünket, megtartjuk a véghelyzetet. És vissza középre. És akkor közben tényleg arra figyeljünk, hogy mindenünk legyen esetleg stabil, minden legyen esetleg befeszítve. Így van, légző tornával egy kicsit megfékelhetjük ezt a tornát. Hátra húzva a vállainkat, zárjuk a lapockáinkat, kiemeljük a mellkasunkat, közben jó mély levegőt veszünk orrán, és kifújjuk a levegőt a szánk. Az office tornának mondhatjuk akkor, hogy egy ilyen mini összegzésként, laikusként, hogy a legfontosabb az, hogy helyesen üljünk, és ezután, hogyha van arra lehetőség, hogy kicsit megmozgassuk magunkat, akkor a nyak és a gerincre koncentráljunk a legjobban, viszont nincsen több időnk, a kollégák már így mutogatnak, hogy vége, lejárt, kész, ennyi, de nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mi pedig nem sokára jövünk vissza itt a weekendben.